munkáról beszélünk, és arra gondoltam, hogy ne csak én beszéljek, mert az mégiscsak jobb, hogyha beszélgetünk a dolgokról. Mi a jóga? Mondjatok nekem dolgokat, hogy számotokra mi a jóga. Ne azt, ami a jóga könyvekben van, hanem számotokra mi a jóga. Számomra az, hogy azt a harmóniát megkapjam. Harmónia. Oké, egy. Harmónia. Még? Útkeresés. Önmagunk felé. Oké. Önmegvalósítás. És éles stílus. Na, oké. Nagyon jó. Tehát akkor sokféle elképzelésünk van a jógáról, ugye? Felolvasok nektek egy meghatározást, amit az én mesterem mondott a jógáról. És ez szerint a jóga egy ősi filozófiai és életviteli rendszer. Tehát itt két dolog van, ami lényeges, filozófia is és életvitel is. Tehát nem csak filozófia és nem csak életmód. Ennek a kettőnek együtt kell járnia mindig. Úgy élni az életet, hogy nincs hozzá filozófiánk, egy buta dolog. És úgy filozófiát tanulni gondolkodni rajta, anélkül, hogy élnénk, az megint csak értelmetlen dolog. Tehát ennek a kettőnek együtt kell járnia. És ez a filozófiai és életviteli rendszer olyan módszereket foglal magába, melyekkel az egész személyiséget fejlesztjük. Itt a hangsúly azon van, hogy az egész személyiséget fejlesztjük. Mik ezek a részek? A fizikai, energetikai, elmebeli, érzelmi, bölcsességbeli, lelki képességeket, az erkölcsiséget, a kapcsolatokat, valamint a spirituális valóságunk felismerését. Ez elég sok dolog, nem? Ez elég sok dolog. Ezt kínálja a jóga. Persze, ez az apró betűs megjegyzés az oldal alján, hogy ez csak akkor kínálja a jóga, hogyha a megfelelő módon gyakoroljuk, és a megfelelő módon éljük a jógát. A jóga a szanszkrit yuj szó gyökből ered, és ez a szógyök annyit jelent, hogy egyesülni, vagy egyesíteni, vagy integrálni. Ez a jelentése, integrálni, egyesíteni valamit. És a jóga olyan rendszer, ami különböző technikákat ad erre a fajta integrálásra, hogy harmonizálni tudjuk, ahogy Swami Sivananda mondta, a fej, a kéz és a szív tevékenységeit. Hogy egy összhangba kerüljenek ezek a tevékenységek. A fejünk, ami az intellektust jelzi, a szív, ami az érzelmeinket, és a kezek, ami a tetteinket, a cselekvéseket jelképezi. És hogyha belegondolunk, ez egy nagyon egyszerű kijelentés, nagyon egyszerű megfogalmazása a jógának. Harmónia, összhang a fej, a szív és a kéz tevékenységei között. De gyakorlatban mindannyian tudjuk, hogy azért ez nem egyszerű teljesítmény, hogy ezt elérjük, ugye? Nincs összhang. Az intelligenciánk, az intellektusunk, az érzelmeink és a tevékenységeink között. Egyáltalán nincs összhang. És ennek a harmónia hiánynak a jeleit tapasztaljuk mindannyian az életünkben, nem? Hogyan? Hogy tapasztaljuk meg? Milyen formákban? Mit gondoltok? Türelmetlenség. Kapkodás, aggódás, félelmek, harag. Csomó-csomó olyan dolog, ami az életünket rosszabbá teszi, nem? Nem örülünk, amikor ezek a dolgok történnek velünk. Mindig keresünk valaki hibást, hogy ő felel azért az állapotért, amiben én vagyok, de végső soron mi szenvedünk tőle, nem? És a jógának ezt kellene megérteni, szerintem mindenkinek, mi ezt próbáljuk tanítani. A Szatyananda jógában ezt tanítják nekünk a mesterek, Swami Sivanandától kezdve, Swami Szatyanandán keresztül, Swami Niranjanig, hogy a jóga módszereket ad arra, hogy az ember boldog legyen, boldogan élje az életét, és kiegyensúlyozott legyen, harmonikus legyen önmagában is, és a környezetében is. Ez a lényeg, és hogy amikor ezt elérjük, amikor sikerül egy ilyenfajta életet élni, annak nagyon jó következményei vannak, mert akkor tud kifejlődni a bennünk lévő teljes potenciál, a kreativitásunk és a pozitivitásunk. Az elmúlt néhány évben a Vihar School of Yoga-ban nagyon nagy hangsúlyt helyez a mester arra, hogy belénk súlykolja, minden, és gyakorlatokon keresztül, hogy pozitívnak kell lennünk.
Ez a lényege az egész dolognak, hogy a pozitívval kapcsolódjunk, mert az egész élet, a világ ma arra megy, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor elsodor az áradat, a negativitás áradata. Mindenki tud a saját életéből példákat, és a negativitáshoz nagyon könnyű kapcsolódni, mint tudjuk. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a négy alapvető emberi érzelem közül három negatív érzelem, tehát innen szép nyerni, amikor ez a kezdet, tehát már 3-1-es vesztésre állunk, és ez a jóga útja, hogy ezt megfordítsuk, és a negatívból pozitívvá formáljuk a saját elménket. Milyen részekből állunk mi, jóga gyakorlók? Bejöttünk ide, nem tudom hányan vagyunk, mindenki behozta ide a testét, leültünk ide. De nem csak egy fizikai test ült le, ugye? Aki jógát gyakorol, az tudja, hogy különböző részekből, dimenziókból áll az emberi személyiség. Mik ezek a dimenziók a testünkön kívül, ami megfogható, látható, ezt érezzük. Mik vannak még? A jóga szerint. Tessék? Finom fizikai test. Legyünk egy kicsit praktikusak. Mi kell ahhoz, hogy működjünk, éljünk? Kell energia, ugye? És van egy olyan dimenzió, amit úgy neveznek a jogában, hogy az energiák dimenziója. És most nem akarok szanszkrit szavakat használni nektek, mert azt szeretném, hogy mindenki értse, amiről beszélünk. Tehát van a test, a fizikai test, ami megfogható, sűrű, tömör, érezhető, vannak benne izmok, ízületek, erek, csontvelő, csontok, ezek. Ez az első dimenzió, ez a legkülső része. És aztán van egy energia dimenziónk, ami meghatározza az életünket. Mennyi energiánk van? Mire kell az az energia? Milyen életmódot élünk? Mi a mesterségünk? Többnyire fizikai energiára van szükségünk, vagy inkább mentális energiára van szükségünk? Mind a kettőre. Mind a kettőre szükségünk van. Arra van szükségünk, hogy ezek az energiák egyensúlyban legyenek. És a jogában van egy nagyon kifinomult energiarendszer. A jóga szerint a szervezetünkben, mindenkiében, mindannyiunkban. Különböző jógairatok, különböző rendszerekről írnak, de amit így mondjuk általában elfogadnak, az, hogy van legalább 72 000 ilyen energiacsatorna, ami behálózza az egész testet. És a lényeg az, hogy ebben az energiahálózatban jól működjön, jól áramoljon az energia. Hogyha otthon elszakad egy vezeték a falban, vagy valamilyen miatt elég egy vezeték a falban, egy villanydrót, akkor nem tudjuk fölkapcsolni a lámpát, ugye? Ilyet már mindenki tapasztalt. Nem áramlik az energia. Ugyanez van a testünkben is, az energiarendszerünkben. Tehát azt kell biztosítanunk, hogy ebben az energiarendszerben áramoljon az energia, és legyen elég. Aztán van egy olyan dimenzió, amit az elmének nevezünk, és ezt az elmét mindannyian tapasztaltuk. Ismerjük az elménket. Ez okoz sok-sok problémát az embereknek. Ez az elme gondolkodik, ez az elme emlékezik, ítélkezik, sok-sok mindent csinál, és nem mindig azt csinálja, amit mi szeretnénk. Picit olyan, mint egy olyan villanykörte mondjuk, amit nem tudunk lekapcsolni, mert elromlott a kapcsolónk. Nem tudjuk, hogy hogyan kell lekapcsolni, és ez az elme folyamatosan működik, és elég nagy fogyasztó. Elég nagy áramfogyasztó, vagy energiafogyasztó. És aztán következik egy másik nagy dimenzió, amit úgy neveznek, hogy a psziché. Ezt a szót mindenki hallotta, és vagy nevezhetjük tudatnak is. Ez egy sokkal tágabb dimenzió, mint maga az elme. Mint a gondolkodó elme, az emlékező elme. Ez egy olyan nagy valami a tudat, mint mondjuk a jéghegynek az alja. A felső része kilátszik a víz felszíne fölött, de az alsó részét nem látjuk. És ez az a negyedik nagy dimenzió, ami mindannyiunkban ott van. És tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az egész jóga lényege, már a tradicionális jóga a lényege, hogy eljutunk ebbe a területbe, és megismerjük ezt a területet. Mert azt, ami most ott van, arról fogalmunk sincs. Fogalmunk sincs. Azt gondoljuk, hogy kedvesek vagyunk, aranyosak vagyunk, szépek vagyunk, okosak vagyunk. Azért gondoljuk ezt, mert nem ismerjük, hogy mi van ott. És az egész, viszont az, ami ott van, annak óriási hatása van az életünkre. Ezt a részt, hogyha
a pszichológiából ismert kifejezés, a kollektív tudat alatti, vagy kollektív tudattalan. Ez az a terület, ez a negyedik nagy terület, a kollektív tudattalan. A jógában, a jóga hagyományában ezt úgy nevezik, hogy ez a Hiranyagarbha, a kozmikus anyamély, ami tulajdonképpen nem más, mint egy hatalmas nagy adatbank, tudásbank, az információnak a bankja, amihez jelenleg nincs hozzáférésünk. És ez a jógának a célja, hogy ehhez az információhoz hozzáférjünk. A jógiknak van hozzáférésük ehhez a dimenzióhoz. Átlagembernek, kezdő jóga gyakorlónak nincs még hozzáférése. És erről fogok most beszélni, hogy milyen gyakorlatokkal lehet eljutni oda. És van egy utolsó nagy dimenzió, amit úgy nevezünk, hogy mindenki nevezheti a saját szája íze szerint, lehet léleknek nevezni, lehet szellemnek nevezni, lehet tiszta boldogságnak nevezni. Ez az ötödik dimenzió, amit tulajdonképpen keresünk, és ami ott van mindannyiunkban, csak nem találjuk. És a jóga azt mondja, hogy ez a valami, ez a kicsi valami, ez közelebb van hozzánk, mint a saját lélegzetünk, de mégis nagyon távol van. És a jóga útja ez, hogy ezt a valamit keressük. És szeretnénk eljutni ettől a fizikai testtől, eddig a nagyon közeli, de mégis távoli valamihez, amit nevezhetünk mondjuk egyszerűség kedvéért léleknek. És mondhatjuk azt is, hogy a jóga útja az a tudatosság útja, a tudatosság fejlesztésének az útja. Amikor a fizikai dimenziótól, a testtől, az anyagtól tovább lépek, megismerem a mentális dimenziót, amiben ott vannak az érzelmeink is, és megpróbálok eljutni a spirituális dimenzióig. Amikor elkezdünk egy utat járni, az nagyon hasznos, hogyha tudjuk, hogy hol vagyunk, amikor elindulunk, ugye? Azt is szeretnénk tudni, hogy hova megyünk, és ehhez természetesen szükségünk van idegenvezetőre, hogyha olyan útra megyünk, amit még sose jártunk be, ahhoz jó, hogyha van idegenvezetőnk, és ez a jógában, ez a guru, aki meg tudja mutatni nekünk az utat, mert ő már járt ott, és oda visz csoportokat rendszeresen. És ahhoz, hogy elinduljunk a jógában, ahhoz tudnunk el azt, hogy mik itt vagyunk, milyen karakterű emberek vagyunk. És ugye beszél a jóga különböző személyiségjegyekről, a tamasz, meg a különböző nagy energiák hatásáról, mint a tamasz, a rajasz és a szatva. És tudnunk kell jóga gyakorlóként, kezdőként, hogy mi hova tartozunk. Tamaszikus tendenciákkal rendelkezünk, rajaszikus emberek vagyunk, vagy szatvikus emberek vagyunk. Emlékezz? Tudjátok, ezeket hallottátok, ugye ezeket a kifejezéseket. Mit jelent az, hogyha valaki tamaszikus? A gyakorlatban mit jelent? Ne azt mondjátok, hogy a sötétség, meg a... Tessék? Lusta például valaki, halogatja a dolgokat. Depressziós például, még mondjatok még tulajdonságokat, tamaszikus. Szétszórt az már lehet más is, de például a negatív emberek, a folyamatosan bíráló, kritizáló emberek, azok mind tamaszikus emberek. Aztán ott van a rajaszikus karakter, ami milyen? Szenvedélyes, és még milyen van? Vágyai vannak, rengeteg ambíciója van, így van. Tessék? Puffat, egójú. Hát lehet sok mindent mondani. És a szatvikus? Derűs, kiegyensúlyozott. De nem csak ilyen együgyű boldog, hanem tudás is van mögötte, ugye? Ott van a tudás, a bölcsesség, és ezt a tudást, ezt alkalmazza is. Kicsit bölcsnek is lehet mondani, igen. Tehát ezt kell tudnunk, hogyan indulunk ennek az útnak, milyen személyiséggel indulunk az útnak. És miért kell tudni? Azért, mert minden személyiségnek másfajta gyakorlásra van szüksége. És van egy nagyon jó kis hasonlat. Amikor el akarunk menni valahova, van egy kocsink, akkor föl kell készíteni ezt a járművet. És mi ez a jármű a jógában? Ez a testünk. Ahhoz, hogy menjen a kocsi, kell bele benzin, kell bele üzemanyag. Mi az üzemanyag? Tessék? Táplálék?
Ennünk kell? Oké, rendben van, de mit nyerünk vele, hogyha eszünk? Tessék? Energia. Mit, hogy hívják az energiát a jogában? Prána. Tehát az, a prána kell hozzá. Tehát az autó, az üzemanyagunk az a prána. Ahhoz, hogy az autó haladjon a megfelelő irányba, mi kell hozzá? Egy sofőr. Kell hozzá egy sofőr, és ez az elme. Ez az elme a jógában. Viszont, ahogy az előbb mondtam, ez az elme, ez elég nagy bajkeverő, és néha nem oda visz minket, ahova akarjuk. Tehát beülünk a kocsinkba, de aztán nem ott kötünk ki, ahol szeretnénk, hanem valahova teljesen máshova visz, ugye? Ezt mindannyian megtapasztaltuk már, nem? Ehhez mi kell? Ehhez kell, hogy fejlesszük a tudatosságot, más szó, mi kell hozzá, hogy rendszeres legyek, és fegyelmezett legyek, az önfegyelmet. Az önfegyelmet kell fejlesztenünk ehhez. És ez nem egy könnyű dolog, ez nem jön egyik napról a másikra. Elhatározom, hogy jógázok, 2 hét múlva már nem jógázok. Ugye, január 1-én hányan fogadjuk meg, hogy jógázni fogunk mostantól, vagy ezt csináljuk, és mégse sikerül, mert nem vagyunk fegyelmezettek. Az elménk nem elég fegyelmezett hozzá. Oké, megbeszéltük akkor ezt a dolgot, hogy kell a kocsi, a test, kell hozzá az üzemanyag, a prána, és kell hozzá egy jó sofőr, egy fegyelmezett elme. Hogy néz ki ez az egész dolog a gyakorlatban? Vannak jógaágak, ugye? Fő jógaágakat ismerjük. Mondjatok nekem fő jógaágakat. Ami a jóga szerint fő jógaág. Egyik a bhakti, karma, hatha, gyána. Melyik? Astanga, rádzsa. Oké, itt volt néhány kakukktojás. Volt néhány kakukktojás. Melyik jógaág nem fő jógaág a jóga szerint? És soha nem is volt az. Tessék? Hatha. A hatha jóga, az nem volt soha fő jógaág a jóga szerint. Ha most szétnézünk azért a világban, hogy a hatha jóga, és a hatha jógának egy nagyon-nagyon pici része, mekkora divat, akkor azért azt látjuk, hogy, valami nincs teljesen rendben, ugye? Hogy egy kicsit a tradícióktól eltértek az emberek. És túlnyomó részt ászanákat gyakorolnak jóga címen. Nézzük a hatha jógát akkor. Az a testtel kezdődik, és ugye a testtel kezdődik az út, és miért kell a testet rendben tartani? Azért, hogy az autónk, a járművünk, ami visz minket az úton, az rendben legyen, biztonságos legyen. Ne legyen beteg, ne legyen fáradt, működjenek a test szervei, rendszerei megfelelő módon, mert hogyha nem, akkor mit kell csinálnunk? Járunk a körzeti orvoshoz, és az nem jóga. Az egy egészen más dolog, és aggódunk azon, hogy meggyógyuljunk. Tehát kell hozzá egy jó test, és a hatha jógával ezt tudjuk biztosítani. Milyen módszerei vannak a hatha jógának? Ászana. Ászana? Pránajáma? Kriya. Hát az nem... A hatha jóga, a satkriák, így van, a satkarmák, így van. Tehát úgy kezdődik. Eredetileg úgy kezdődik, hogy satkarma. A satkarmák voltak, csak a satkarmák voltak a hatha jóga gyakorlatok egykor. Ezek tisztító gyakorlatok, van köztük néhány nagyon egyszerű gyakorlat is, van köztük néhány elég furcsa gyakorlat is, így a mai szemünkkel nézve. De azt érdemes tudni egyébként, hogy a Szatyananda jógában, Szvámi Szatyananda volt az, aki leírta ezeket a gyakorlatokat, lépésről lépésre elmondta, hogy a gyakorlónak hogy kell ezeket végrehajtani. És ez azért nagy dolog, mert ezt senki nem tudta. Ez az információ, ez a tudás nem volt publikus. A jóga iratokban, amiket ugye általában jógatanárok azt mondják, hogy ez alapmű, meg ez szerint tanítanak, azokban mondjuk egy-két sor áll ezekről a gyakorlatokról, de hogy kell kivitelezni őket, végrehajtani, senki nem tudta. Ehhez kellett egy mester, aki ezeket leírta, és nyilvánossá tette. Az egyik nagy könyvünkben, az Ászana Pránajáma könyvben le vannak írva tökéletesen ezek a gyakorlatok. A ha és a tha, ezt tudja mindenki a jelentését, ugye? A hat-ha szó jelentése. Nap és a hold, mire utal? Mire? Pólusok. Melyik pólus? Ida Pingala, mit jelent az ida? Mi az ida?
Tessék? Gyakorlatban. Nem, ne szimbólumokban beszéljük, beszéljünk gyakorlatban. Mentális energia, ami kell a gondolkodáshoz. A másik, a tha pedig a fizikai, vitális energia, ami kell ahhoz, hogy mozogjunk, menjünk, jöjjünk egyik helyről a másikra, végezzük a feladatunkat. Tehát ennek a két nagy energiának az egyensúlyba hozásáról van szó a hatha jógában, és ehhez kínál módszereket, satkarmát, ászanát, légző gyakorlatokat, mudrákat, bandhákat és más technikákat. Az is egy nagyon fontos aspektus itt, hogy ahogy mondtam az elején, mindenhez, amit csinálunk, prána szükséges. Mindenhez prána kell az életünkbe. Ahhoz, hogy pislogjunk egyet, ahhoz prána kell. Ha nem lenne prána, ezen a részen nem tudnánk pislogni. Vagy ha nem jutna el a prána a szemünkbe, még akkor is, hogyha jó az érzékszerv, fizikailag úgy néz ki, hogy jó, nem látnánk. Tehát mindenhez prána kell. És a jógában ez különösen igaz. Ahhoz, hogy eljussunk a mentális dimenzióból, a gondolatok, az elme dimenziójából, eljussunk a magasabb dimenzióba, ami a tudat, a psziché dimenziója, ahhoz rengeteg energia kell. Rengeteg energia kell, és ezért nem jutnak el az emberek oda, mert nincs meg ez az energiájuk. Lehet, hogy képzelődnek róla, hogy ott voltak, de nem. Nem tudnak tartósan ebbe a dimenzióba lépni, mert nincs hozzá energia. Láttatok már űrhajó fellövést, ugye? Mi kell hozzá, amikor elindul hatalmas mennyiségű energia, egy hordozó rakéta, ugye? Az viszi ki a világűrbe a rakétát. Na ez a prána. Ez kell nekünk is, hogy fölmenjünk ebbe a másik dimenzióba. Enélkül soha nem fogunk tudni. Hogyha valakit ez érdekel, akkor növelje a prána mennyiségét. Egyik nagyon jó módja a prána növelésének, milyen gyakorlat? Pránajáma. A pránajáma. A pránának a kiterjesztése. És a hatha jogában rengeteg gyakorlat van. És aztán, most ilyet nem kell, mert nagyon kevés ez az idő, pedig itt beszélgetnék veletek egész estig. A mentális dimenzióhoz érkezünk. A mentális dimenzió kezelése a mi világunkban, itt a jógás körökben is, ugye a rádzsa jógán keresztül történik, azon a rendszeren keresztül, amit Patanjali írt le. Ugye ez az, amit ismerünk, ami ismerő számunkra. És ez 8 szakaszból áll. Mondjuk el ezt a 8 szakaszt. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Én nem akartam szanszkrit szavakat, ti akartátok. Jó. Ugye azzal kezdődik, hogy Yama, Niyama. Yama, Niyama. Hogyha valaki komolyan veszi ezt a dolgot, és szeretne tényleg meditációba eljutni, akkor muszáj gyakorolni a jámákat és a niyamákat. Anélkül nem fog menni. És ezt csak azért mondom nektek, hogyha komolyan veszitek a jógát, akkor el kell kezdeni gyakorolni a jámákat, niyamákat. Az nem elég, hogy hallok róluk, vagy olvasok róluk, ezeket élni kell. És erre megvannak a nagyon egyszerű módszerek, amiket mondjuk mi is tanítunk, hogy hogyan kell ezeket gyakorolni, élni. Aztán az ászana és a pránajáma. Nézzük meg, hogy ez mit jelent itt a rádzsa jógában. Ott, ugye a hatha jógában is ott volt, hogy ászana és pránajáma, és remélem most, hogy mindannyian tudjuk, hogy ez a sokadik tradicionális jógafesztivál, hogy ez nem ugyanaz a dolog, ugye? Ez az ászana és pránajáma nem ugyanaz, mint a hatha jógában volt. Ugye ezt mindenki tudja? Ki az, aki tudja? Oké, ketten. Szatyananda jóga. Azért nem az, mert a hatha jogában milyen ászanákat csinálunk? Dinamikus ászanákat csinálunk, mozgatjuk a testet, milyen céllal? Azzal a céllal, hogy fölébresszük az energiákat, és egyensúlyba hozzuk az energiákat. A rádzsa jogában az ászana már nem ez. Patanjali mit ír róla? Kedves jogatanárok, ha itt vagytok, mit ír róla Patanjali? Egy olyan póz, ami szilárd és kényelmes. Szilárd és kényelmes. Ez nem a napüdvözlet. Ezt mindenki érti, nem? A napüdvözlet az egy dinamikus gyakorlat. Egy ülőpózról beszél Patanjali, semmi másról. Csak kizárólag ülőpóz, és ott is csak néhányat ajánlanak a jógik. 3-4 jógapózt, ülőpózt ajánlanak, slusz. Megyünk tovább, a pránajáma itt mit jelent? Ugyanazt jelenti, mint a hatha jógában, hogy basrika pránajáma, brahmari pránajáma, sitali, sitkari,
akármi. Mi, ez, azok a pránajámák? Nem. Nem. Mi itt a pránajáma? Jóga tanárok előnyben. Mit tanítotok, amikor azt mondjátok, hogy Rádzsa jógát, Patanjali szerint tanítotok pránajámát? Mit? Patanjali azt mondja a pránajámáról, a légzés megállítása, a légzés szüneteltetése. És ez egy, és ez egy természetes folyamat, amin keresztül eljutunk oda, és a hatha jóga erre készít föl, de amikor Rádzsa jóga szerint gyakorlunk, akkor ez a légző gyakorlat, ez a pránajáma már más. És utána következik egy kulcsmomentum az elme kezelésében. Egy kulcsmomentum, amit úgy neveznek, hogy a pratyahára. Ugye? Ez az állapot. És ez egy nagyon-nagyon fontos momentum, mert itt mit kell csinálnunk? Itt a természetünk, az elme és az érzékszerveink természete ellenében kell működnünk, tennünk, ugye? Az érzékszerveiknek mi a feladata? Az a feladatuk, hogy folyamatosan tudósítsanak bennünket arról, hogy mi van a külvilágban. Mikor megyünk át a zebrán, akkor halljuk, hogy jön egy autó, meg lássuk is, hogy jön egy autó, hogy ne üssön el minket. A jógában viszont nem ezt a világot keressük, ezt jól ismerjük, hanem keressük a belső világot. De ha nyitva van a szemünk, nyitva van a fülünk, attól még nem halljuk, nem tudjuk, hogy mi történik ott, ugye? Oda más érzékszervek kellenek. Szóval ez egy kulcslépés a Rádzsa jógában, amikor, és ez a mentális gyakorlatok közé tartozik a jógában, hogy megtanuljuk és nagyon-nagyon alaposan begyakoroljuk azt, hogy hogyan válasszuk le az elmét ezekről a kifelé irányuló érzékekről. És nagyon egyszerű módszerek vannak, nagyon sok módszer van, de ezeket meg kell tanulni és gyakorolni kell. Az, hogy becsukom a szemem és leülök egy meditációs pózba, abból még nem lesz meditáció, higgyétek el. És a következő lépés, hogyha ezt sikerült megtennem, és sikerült megfelelő ideig fönntartanom ezt az állapotot, akkor még az is fontos, hogy a tudatosságot, a figyelmemet egyetlen pontra összpontosítsam. Egy pontra összpontosítsam azért, hogy ez az energia, ez ne szóródjon szét. Az elme olyan, ugye ezt erről is beszéltünk, hogy az elme egy bajkeverő, folyamatosan szétszóródik az energián. Nem tudjuk egy ponton tartani a figyelmünket, ugye? És hát ott kell tartanunk. Ott kell tartanunk. És ezt nevezik koncentrációnak, dáranának, amit mondhatok. És amikor ezt az állapotot sikerül hosszú ideig fönntartanunk, akkor történik meg a meditáció. Eddig a pontig lehet gyakorolni. Eddig a pontig lehet, és szükséges is gyakorolni. De lépésről lépésre, ne akarjon senki átugrani lépcsőfokokat, magasabb szintre fölugrani, hanem tartsa mindenki a... Mindenki, be kell tartani ezt a fokozatosságot. És ha sikerült, akkor átlépünk abba a szakaszba, ami a meditáció. És ez már egy más tudatállapot. Ilyenkor jutunk el abba a dimenzióba, amiről az elején beszéltem, hogy oda szeretnénk eljutni. Ez az, amit már nevezhetünk a transzcendentális dimenziónak a jógában. És az, hogy ezek a gyakorlatok, a meditáció, az igazi meditáció már az. De az nem gyakorlat, hanem állapot. Ezt érti mindenki, ugye? Hogy a meditáció az nem gyakorlat, hanem állapot. Addig a pontig, amíg a meditáció megtörténik, addig tudjuk gyakorolni. Addig van stabil ülőpóz, légzésemet lelassítom, megállítom, kiszavonom az érzékeket, az energiáimat nem engedem szétszóródni, koncentrálok egy pontra, és onnantól kezdve valami, ha szerencsém van, megtörténik. És akkor belépek a meditációba. És ez a terület, és azért kell kiegyensúlyozottan gyakorolni, sokféle technikát gyakorolni, és tisztítani magunkat. Nem azért, mert koszosak vagyunk, vagy büdösek vagyunk, hanem azért, hogy fölkészüljünk ezekre a élményekre, amik ott érnek bennünket. Ez egy nagyon fontos dolog. Föl kell készülnünk arra, mert azt gondoljuk, hogy a jóga az, a jóga milyen klassz, ellazít, szépeket láttam, angyalokkal találkoztam. Nem. Amikor igazán jógázunk, amikor igazi gyakorlásban, szádanában vagyunk, akkor bizony kemény dolgok történnek. És erre föl kell készülni. Mert akkor szembesülünk saját magunkkal. És minden olyan dologgal, ami ebben a nagy kollektív tudattalamban ott van. És ez egy olyan nagy tudástár,
tudásbank, amiben ott van minden. Az is, ami valaha megtörtént, és az is, ami valaha meg fog történni. És az is a célunk, hogy ezt megismerjük, csak hát persze nem minden kellemes. És erre föl kell készülnünk. És a rendszeres kitartó gyakorlás, szisztematikus gyakorlás, és ez nagyon fontos, hogy szisztematikus gyakorlás, erre fog bennünket fölkészíteni. Azt szeretném még elmondani, és eljutottunk oda, amit el akartam mondani, tehát a fizikai, a mentális és a transzcendentális gyakorlatok a jógában nagyjából így épülnek föl. Csak hogy legyen egy pici képetek arról, hogy a Szatyananda jógában ez hogy néz ki. Swami Szatyananda, Swami Sivananda tanításait fejlesztette tovább egy picit, és létrehozta az úgynevezett jóga csakrát, ami a Szatyananda jógának az alapját képezi. És ebben 6 jóga ág van, a hatha jóga, rádzsa jóga és a kriá jóga, és ezek meg vannak támogatva úgynevezett expresszív jogákkal, életmód jogákkal, mint a karma jóga, a bhakti jóga és a gyána jóga. És mindegyiknek megvan a maga szerepe. A hatha jógának az a szerepe, hogy a fizikai testet és az energiatestet kezeljük vele. A rádzsa jógának az a szerepe, hogy a mentális dimenziót kezeljük, és a mentális területet ismerjük meg, és kezdjük el, hogy mondjam, az ellenőrzésünk alá vonni, képesek legyünk összpontosítani. És aztán ott a kriya jóga, ami a tudatba visz el bennünket, és elvisz egészen a legbelső kis valamíg, amit keresünk. Tehát ez egy nagyon szépen fölépített rendszer, és ezek meg vannak támogatva a karma jógával, bhakti jógával és a gyána jógával, amit nálunk nem elméleti dolgok, hanem szintiszta napi gyakorlat, mindegyik, mind a 6 jógág, szintiszta gyakorlat. És hogy lehet 6 jógágat naponta gyakorolni? Úgy, hogy a mesterünk, Swami Niranjan, aki egy hatalmas nagy jógi, a mai kor egyik legnagyobb élő jóga mestere, Indiában tudják, ott azért tisztában vannak az élő jógik képességeivel, ő létrehozott egy olyan gyakorlatot, amit úgy nevezett el, hogy jóga kapszulák. És a jóga kapszulák lehetővé teszik, hogy rövid idő alatt ugyan, 5 perc, 10 perc, 15 perc alatt bizonyos jógágok gyakorlatait végezzük. És ebből tudunk kiegyensúlyozottan összeállítani magunknak egy napi rutint. És ezt a napi rutint, hogyha rendszeresen végezzük, azt nevezik jóga szádanának. Tehát még egy ilyen életmód mellett is, amit mi élünk, nem a jógik sok ezer évvel ezelőtti életmódja mellett kell nekünk valahogy a jógában eredményt elérni, hanem a mai életmódunk mellett tudunk eredményt elérni a jógában. És ez a Bihar School of Yogának, a Szatyananda jógának az egyik nagy ismérve, hogy a józanész jógája nem akar sokkal többet kérni az emberektől, vagy többet kérni az emberektől, mint amire az emberek képesek lennének. És amit ígértem nektek, hogy ne legyetek csalódottak, világszám, amit megmutatok nektek. Egy pillanat, oda megyünk. Ők a mestereink, Swami Sivananda volt Swami Szatyananda mestere, és az ő hagyománya folytatódik a Szatyananda jogában tovább, és Swami Szatyananda legjobb tanítványa, kiemelkedő tanítványa Swami Niranjan, aki a Bihar School of Yoga-nak most a vezetője. Ezt úgy nevezik, hogy Satyam Yoga Prasad. A Satyam volt Swami Satyanandának a beceneve, Swami Sivananda így hívta őt, Satyamnak, becézte. A jogát azt is értjük, a Prasad pedig ajándék. A Prasad annyit jelent valami, ami boldoggá tesz. Nézzük, hogy boldoggá tesz ez benneteket. Hogyha ezt megjegyzitek, ezt az oldalt, satyamyogaprasad.net, akkor itt nagyon-nagyon sok mindent fogtok találni. Egy rövid regisztráció kell ehhez az oldalhoz. Most nem mutatok meg mindent. Ide föl van töltve 160 darab DVD, szatszang, a mesterek szatszangjai, 160 darab. Az audio szekcióban föl van töltve rengeteg audio szatszang plusz joganidra gyakorlatok. Ugye ez a joganidrát mindenki tudja, hogy ez Szatyananda joga technika, Swami Szatyananda hozta létre ezt a technikát. 28 nyelven van fönt, magyarul is köztük, joganidra gyakorlat. És ezt akarom megmutatni nektek,
Ide a könyvek közé föl van töltve 130 könyv a Bihar School of Yoga könyvei közül, ami egyébként 400 darab, és hogyha kijöttök oda a vásártérhez, akkor megtaláljátok az asztalunkat, azaz az asztal, amin a legtöbb könyv van. És nézzétek meg, mivel kezdődik. Ez a legnagyobb terjedelmű Szatyananda Jóga könyv, a szisztematikus kurzus a jogáról és a kriáról. Ez egy közel 1000 oldalas könyv, ott van ingyen mindegyik. Az Asana Pranayama könyv, a Yoga Nidra könyv magyarul is ott van, az Asana Pranayama könyvünk ott van magyarul is. Nézzétek ezt az oldalt, használjátok ezt az oldalt, mert kifogyhatatlan tudás a jogában ez a Satyam Yoga Prasad oldal. Remélem, hogy örültök neki, vagy elégedettek vagytok. És még egy dolgot, ez lehet, hogy egy picit reklámízűnek tűnik, de nem az. És komolyan mondom, hogy nem, meg akarom mutatni nektek a saját honlapunkat, mert nem mindenki olvas angolul, és nekik csináltunk egy nagy jogatudásbázist a honlapunkat. Ez a satyananda.hu oldal, és hogyha ide lemegyünk, ez a gyakori témák, itt vannak ezek a témák itt a jobb oldalon, ezt látjátok talán? És rengeteg téma van, és mondjuk rákattintunk ide mondjuk a tantrára, mert az érdekel bennünket, akkor előjön egy csomó cikk a tantráról. Egy csomó cikk. Ez az elmúlt 17 évnek, amióta működünk, az elmúlt 17 évnek a termése magyarul. Van egy havi újságunk, ami 17 éve minden hónapban kiadunk azoknak, akik feliratkoznak rá, azokból az összes cikk. Ez több száz cikk magyarul a jógáról, úgyhogy azoknak, akik magyarul szeretnek olvasni, nekik ezt ajánlom nagy szeretettel. És köszönöm a figyelmet, remélem hasznos volt.